A Driver Hód Kft. Újonnan kialakított ügyfélszolgálati irodájának épületét annak idején egy gabonakereskedő építette az 1870-es évek környékén. Az évtizedekig elhanyagoltan álló, most frissen helyreállított ingatlant ünnepélyes keretek között adták át ma a cég partnereinek jelenlétében. Avató beszédet Almási István polgármester mondott. Örömömre szolgál, hogy a belvárosban egy patinás épület újra megújult, és ezáltal Hódmezővásárhely meg tudja őrizni azt a kisvárosias jellegét, amit annak idején elődeink kialakítottak. Az építészet úgy érzem nagyon meghatározza a belváros képét, és ez most, hogy föl lett újítva ez az épület, nagyon beleillik a 2 évvel ezelőtt átadott tornyai programunkba. 2012 óta működik Hódmezővásárhelyen a Driver Hód Kft. Fő tevékenységi köre a gépjárművezető oktatás, de foglalkoznak különböző szaktanfolyam képzésekkel is. Ezt egészíti ki a veszélyes áru szállításához kapcsolódó biztonsági tanácsadás. A cég számára fontos előrelépés a most megnyílt iroda. Van egy másik telephelyünk a Ráros utca 116 szám alatt, ahol egy oktatási bázis tampájával, a hozzátartozó infrastruktúrával megtalálható. De hát aki beül az autóba, könnyen oda talál, de hát van egy olyan ügyfélkörünk is, aki még nem rendelkezik vezetési jogosultsággal. Hát ide tartoznak természetesen ezek a segédmotorosok, ide tartoznak a személyautós jogosultsággal nem rendelkezők, de nekik azért nehézkesebb az odajutás, és mindenféleképpen az élet az azt mondja, azt diktálja, hogy itt helyben próbáljuk ezt megoldani, azért került kialakításra itt az ügyfélváró vagy ügyfélszolgált, hogy mindenféleképpen kényelmesebb és praktikusabb legyen az elérhetőségünk. Az új épület egyediségét erősíti egy veterán járműtörténeti kiállítás is, amely 22 darab 1919 és 1947 között gyártott matuzsálemet foglal magába.